Sziasztok! Megérkeztem, illetve megérkeztünk ide Grúziába, a Tiflisbe, a fővárosba. Most nem igazán jöttem hosszúra ezt a videót, mert még mindig beteg vagyok, már több mint 7 hete. És egyszerűen nem tudok meggyógyulni, fogalmam nincs, hogy miért. De gondoltam, hogy mégiscsak készítek egy kis rövid videót. És most itt vagyok a fővárosba. Már 3 napja, hogy itt vagyunk. És a párom egyébként már a legesleges legelején kicsit kiúszta a gyufát a repülőtéren, amikor az útlevelet ellenőriztél, meg készített egy fotót. És nem is az volt a pláne, hanem amikor ő ment előre, ugye ellenőriztetni az útlevelét, akkor ugye a csaj megszólalt németül, hogy ugye ezt nem szabad, ugye jól lecseszte, hogy ugye ezt nem szabad ugye fényképet készíteni. Nem is az volt a pláne, hanem mindezt ugye németül adta elő, tehát nagyon furcsa volt nekünk, hogy egyáltalán az emberek beszélnek azért németül, nem sokan, de egy pár azért. Tényleg vannak német iskolák is itt a környéken, ez voltak érdekes. Ami miatt egyébként Grúziába jöttünk, az elsősorban azért volt, mert akartunk ugye egy bankszámlát nyitni, és nyitottunk is egy bankszámlát. Mindjárt meg is mutatom magát a kártyát, gyorsan. Maga a kártya így néz ki, aztán nyitottuk ezt a számlát, mármint magát a bankszámlát. És egyébként tényleg rohadt gyorsan megvolt, szerintem 15-20 perc alatt megvolt az egész. Nem is kell hozzá semmi más, csak egy útlevél, tehát semmi nem is kérnek. Teljesen komplikátmentes, és nagyon gyorsan megy a dolog. Ami miatt egyébként készítettünk, ugye, vagy nyitottunk bankszámlát, az azért volt, mert itt, hát, hogy egyszerűen van a biztonság kedvéért, hogy legyen egy olyan bankszámlám, ami az Európai Unió kívül van, tehát egy teljesen más országban, nagyon nincs köze az Európai Unióhoz, és nem olyan biztonság kedvéért. Tehát minél, szerintem az a jobb, hogyha az embernek minél több bankszámlája van, és ha lehet, az minél több helyen tegyem ezt meg, mert ugye gondoljatok bele, hogy nagyon sokunk, sokatok is ugye otthon élnek, ők otthon van ugye betegbiztosításod, otthon van különböző bankszámláid, akár mondjuk 2 vagy 3 banknál is, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy minden egyes egy helyen van, egy országon belül. És most gondold el, hogy nagyon sokan annak idején, amikor devizahitelesek volt ez a nagy balhé, hogy nagyon sokak, akik annak idején felvettek devizahitelt, azok most a mai napig is nagyon nagy szívnak, és nagyon sok ember miatt tönkrement, és nagyon elszegényedett nagyon sok mindenki. És hogyha minél több bankszámlád van, vagy minél több helyen fektetsz be például pénzt, tehát mondjuk van különböző összegei több bankszámlán vannak, akár mondjuk külföldi bankszámlánál, vagy több mindenbe befektetsz, akár mondjuk bitcoinba, tehát online valutába, vagy mondjuk aranyba, ezüstbe, tehát hogy több helyen tárolod az értékeinet, a vagyonadat, amiről már előző videóban készítettem egy videót az aranyról, illetve a befektetésekről, a vagyonvédelemről. Ezért nagyon fontos az, hogy az ember minél több helyen tárolja a vagyonát. Mert hogy akkor, hogyha mondjuk például csődbe megy egy bank, vagy csődbe megy a bankod, vagy valaki ellopja a pénzed, valami nem jól sikerül, akkor tudod azt, hogy még van még 2-3 olyan lehetőséged, ahol például van még pénzed. Tehát, hogy nem mész rögtön csődbe, hanem van mihez nyúlnod. Hát szerintem ez nagyon fontos. Tehát ez ilyen biztonsági lépés volt tulajdonképpen, hogy ide jöttünk. Másrészt azért is, mert ennél a TBC banknál, ahol most nyitottuk ezt a számlát, itt 10%-os kamatot adnak, éves kamatot, ami nagyon ritka az egész világon, tehát nálunk is fogalmam nincs 1-2%-os a kamat, amit adnak, és itt 10%-os kamat van ennél a banknál, de van egy másik bank, a Szabadságbank, úgynevezett Liberty Bank, ott 11,5%-os kamatot adnak, éves kamatot, ami nagyon-nagyon jónak számít. Én itt Tiflis nagyon szép város, én nagyon sok mindenkinek ajánlom, mert tényleg nagyon szép maga az óváros, és egyedül épületek vannak, szinte mindenhol ilyen nagyon omladozó, nagyon régi, nagyon öreg házak vannak, de szerintem annyira jó magának a hangulata az egész városnak, és tényleg nagyon szép. Most valamilyen nagyon hangos a zene, valahol. Na mindegy, ennyi lett volna már ez a videó, igazából nagyon sokat nem tudok már beszélni, úgyhogy
Így van, remélem, hogy tetszett ez a videó, és megviszlát a következőben, amikor is meg fog beszélni a Bitcoinról és egyéb kriptovalutákról is. Szóval, sziasztok, puszi!